Hát odakint a képzés egyértelműen azzal indult, hogy először be kellett ülni az iskolapadba. Oroszul ment a képzés. Tehát előtte azért a hazai egyéves orosz tréning, meg a középiskolai tréning, ott egyértelmű volt, hogy ez kevés. Nagyon kevés volt. Még a legjobb oroszosok is csak néztek, mint pincebokáról briketre, amikor elkezdődtek az első órák, hiszen tolmács nem volt, és minden tananyagot oroszul adtak le. Nagyjából az úgy nézett ki, hogy körülbelül fél évnyi időszak volt egy elméleti képzés, ahol a repülőgép műszaki dolgait, hajtómű, sárkány, összes rendszerét, alapvető navigációs dolgokat és minden egyéb mást meg kellett tanulni, majd egy fél év elméleti képzés után megindult a repülés. Hadd kezdjem azzal, hogy egy kicsit méltatlannak tartom magamat, hogy Loyolai Szent Ignácról meséljek, és az ő lelkiségéről, vagyis a jezsuita lelkületről, lelkiségről, mert hát én egyházmegyés pap vagyok, ugyanakkor Magyarországon, hála Istennek, több helyen is működnek jezsuita szerzetes testvéreink. Mégis megpróbálom így kívülállóként megközelíteni azt a titkot, amit Loyolai Szent Ignác hordozott magában, és ma is hordoznak az ő követői. Kedves nézőink, a 25. Galgahévízi falünnep alkalmából számos helyszínt látogattunk már meg, ahol különböző programokkal várták az ideérkezőket. Most azonban a Götz tér szabadtéri színpadára invitálom Önöket, ahol a fellépők már nagyon-nagyon sok különleges színes programmal készültek Önöknek, köztük lengyel vendégek is. További jó szórakozást kívánok! Képzeljék el, hogy minden egyes műtétnél föltettem magamnak azt a kérdést, hogy ember, van-e jogod így beavatkozni az emberi létbe? Van-e jogod úgy megállítani a szívet, hogy nem tudod mindegyiket elindítani, és ezt tudod? Van-e jogod ilyen műtétet végezni? 49 ember halála kezeimhez kötődik, hozzám kötődik.